Sziasztok, itt is vagyunk a Beígér FIFA sorozattal, és ahogy mondtam, előre kitaláltam két sorozatot, amire egyelőre csak az egyiknek álltam neki, hamarosan elkezdem a másikat is, de egyelőre azt még nem felelőttették, szóval bele fogunk vágni egy karrier módba, és kirakta a Facebookra egy szavazást. Két első hely volt az Inter, meg a West Ham, és természetesen hát az általam jobbnak tartott Intert választottam, úgyhogy kezdjünk is bele a karrier módba. Még csak egy annyi kérdés felétek, hogy kit szeretnétek látni a csapatban, megpróbáljuk megszerezni, és bele rakni a csapatunkba. Itt is vagyunk a menübe, és ahogy már láthattátok az előző videómban, amiben ugye a FIFA 15-öt sorsoltam ki, ott egy picit itt mászkáltunk össze-vissza a menüben, és avval töltöttük el az időt. Most viszont pár játékos kölcsön adtam, hát igazolás ajánlat, hát azért a játékosok most mennek kölcsönbe. Sajnos az a helyzet, hogy nem a nagy csapatban nem férnek be már a pici játékosok. Na, Icardit nagyon meg akarják szerezni. Mielőtt elkezdtem volna a videót felvenni, lejátszottam 2-3 barátságos mérkőzést, és azóta egymás után küldik a ajánlatokat. Valószínűleg el akar igazolni, Medel el akar igazolni, és szerintem lehet, hogy jobban járunk, hogyha saját magunk adjuk el, mint hogy egy esetleges nagyobb csapat úgy venné meg, hogy csak így teszem fel 15 millióért csak így elhappolja tőlünk, úgyhogy inkább akkor legyen úgy, hogy viszik is majd ők. Opa, ott volt az üzenet. Hát igen, nem felel még nekünk az ajánlat. És akkor itt is vagyunk. Hát nem így lesz a meszkiosztás. Úgy említettem nektek, hogy majd világklasszison fogom játszani. Azt mondanám, a legelején próbáljuk meg egy picit belejönni ebbe a dologba, és akkor majd utána váltunk egy picit. Teszem fel, 10 meccset játszottam le összesen ebben a játékkal, egyelőre nagyon-nagyon tetszik, de akkor nézzük is az Atalanta elleni mérkőzésünket. Itt is vagyunk a mérkőzéssel, és itt láthatjátok bal oldalt a kezdőcsapatunk, a Icardi csarnocsok a cserepadra tudtuk tenni. Újra helyezéje középen a labdát, és akkor nekivágunk a mérkőzésnek. Hazai mérkőzés, úgyhogy muszáj lesz megnyerni. Azt most nem tudtuk tovább vinni. Közben támad az ellenfél, és nagyon szép labdát adtak ki a szélre. Ugyanazt csinálják, mint amit mi. Szélre bepróbáltuk adni, de sajnos ott már meghalt a labda, amikor mintha már menne a futás. Hoppá, az jó lesz, az jó. És kapufázunk, hát ilyen nincsen. Hú, a mindenség itt neki. Az jó lesz Bia Bialinak. Szélen most megíramodunk, és az ellenfél az leszerel. Hát igen, most már nem mennek azok a szélen elfutós, beadós, a szélen befutós, becselezős helyzetek, vagy helyzetkialakítások. Most viszont passzolgatni kell, mint a fene. Az jó lesz, az jó lesz, és ott a gól. Megszereztük az első gólunkat, és akkor mehet az ünneplés. Miközben azért, mert a szériában legelső fordulóban, miközben az első fordulóban megszereztük az Atalanta ellen a vezető gólt, és akkor nézzük is a folytatást. De így 1-0-ra vezetünk, most már nem lenne szép elbukni ezt a mérkőzést. Az igen, hát nagyon lazák vagyunk, levettük így az ellenfél óra előtt a labdát, és csak tovább passzoltuk. Na most a nagy a baj, és gólt kapunk, hát... Ilyen nincsen komolyan.
Ez gól. És bent van. Nincsen bent, 11-es. Fú, na ezt. Ezt most ők sem gondolják komolyan. Ha mondjuk nagyon harcolt az ellenfél. Lehet nem adta volna meg a 11-es, de végül is így is jó. Ez most be kell menjen. És bent is van. 2-1-es vezetés. És már csak a hosszabbítás van hátra. Úgyhogy kimerem jelenteni, hogy ezt meg fogjuk nyerni. És ebben a pillanatban a vége is a mérkőzésnek egy, hát egy szerencse 11-esnek köszönhetően megnyertük a mérkőzést, viszont azért is kellett küzdeni, úgyhogy megvan a 3 pont, és akkor nézzük is a tabellát. Itt is vagyunk a tabellával, első a Fiorentina, másodikak azok mi vagyunk, harmadik a Milán, negyedik a Sampdoria, és ötödik a Juventus. És akkor nézzük is a következő mérkőzésünket. Biztos mindenki hallott erről az új FIFA fejlesztésről. Ugyebár beleraktak egy olyan dolgot, amivel tudjuk itt a fiatal játékosokat edzésben tartani és edzeni. Itt most egyelőre kiválasztunk párat így teljesen véletlenszerűen. Kaptunk ismét egy ajánlatot, és ugyebár ez a egyik kikölcsönzés. És jön a következő mérkőzés, ami a Carpi ellen fog zajlani. Közben kaptunk egy levelet, amiben az áll, hogy pár játékosunkat elviszik majd nemzetközi mérkőzésekre. De akkor vágunk is bele ebbe a mérkőzésbe, és játszódjuk is le. Elég érdekes hazai mezük van, mindegy, nem szólok bele, vágjunk is bele a mérkőzésbe. Itt is vagyunk a mérkőzéssel, és Andrea Lazzari a képernyőn. És akkor vágjunk is bele a mérkőzésbe. Egyelőre itt futunk a labda után, és reméljük, hogy az eredmény után nem fog kelleni. Nem lenne túl szerencsés, hogyha most kapnánk egy gólt, aztán utána. Oh! Kapufa, jól van. Meg tudjuk tartani, és jövünk is előre. Most önzőzünk egy picit. És ott a gól. Perisic a gól szerző. Na hát ezt én sem gondoltam komolyan, és tessék itt a gól. És megkapjuk az egyenlítő gólt. Hát szó nélkül maradtam. 72. perc, és megpróbálunk egy támadást összehozni. Közben az ellenfél támol is. Szerencsére Andanovicsnak lesz a helyéval. És az ott jó lesz. Az jó lesz. Ebben a pillanatban lefújja a mérkőzést a bíró, és 1-1-es végeredménnyel zárul ez a mérkőzés. Itt is vagyunk a tabellával, és ez a két mérkőzés csak a 6. helyig juttatott minket. Szóval visszaestünk, de reménykedem, hogy majd az erősítések meghozzák a gyümölcsét. Mint ahogy láthatjátok, ide vissza is jövünk. Szóval ide. Itt is vagyunk a főmenüben, és ahogy láthatjátok, hamarosan lejár a átigazolás időszak, és akkor jelezzétek majd felém kommentben, hogy kiket is szeretnétek látni. Egy jobboldali középpályásra lenne szükségünk, egy középpályásra, esetleg támadó középpályás, védekező középpályás, ezt majd az idő folyamán így ki tudjuk kalkulálni, de teljesen mindegy, egy középpályás kell, és egy jobboldali középpályás. Esetleg mondhatok csatárokat, védőket, kapusokat, akit ti szívesen látnátok a csapatban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a FIFA videót is. Szóval ez a legelső rész, hamarosan találkozunk a második része, amint lesz időm, el fogom készíteni, úgyhogy a viszontlátásra, én Lehel voltam, és sziasztok!